ez a márdi nyáron tűz forró, már túlfordult a kék bolygó, az ér ránk sütő terdik, hát táncold át! Az Amárdi című klippet láthatok, vendégem pedig Hitli Dávid és Fancsalszky Viktor. Sziasztok! Egy, két, három, négy, hello. Hello! Hello! Na, ezért ilyen jó ez a klip, mert ilyen szépen felkészültök mindig. Így van. Szerintem ez az egyik legjobb karantén videóklip. Nagyon-nagyon ötletes, de még mielőtt így kitérnénk a részletekre, nem ezt terveztétek, nem ez volt az alapötlet. Mit szerettetek volna eredetileg alkotni? Hát mivel ugye volt ez a kijárási tilalom, így ezt nem tudtuk megcsinálni, de szerettünk volna egy ilyen after movie jellegű videoklipet csinálni egy fesztivál területén, és leforgatni ugyanazokat a közhelyes jeleneteket, amiket szoktunk látni ilyen videoklipekben, csak úgy, hogy nincs körülöttünk senki. És marha jó meg volt álmodva, már drón, minden volt, csak eső is volt, nem szabadott kimenni, nem engedett ki egyikünk anyukája sem, úgyhogy végül ilyen B-tervhez folyamodtunk. Ez a B-terv szerintem nagyon jó, tényleg elképesztő, hogy sikerült. Kivel dolgoztatok együtt? Ki volt az, aki megírta a forgatókönyvet, és aki összeszedte az ötleteket, mert rengeteg ötlet van a klipben. Ki volt, aki rendezte a klippet? Én úgy tudom, hogy Rivasz Gergő, ugye? Így van, Rivasz Gergő. Aki a klippet rendezte. Igazából az ötleteket közösen szedtük össze, tehát a képek, amik megjelennek a klipben, azokat együtt csináltuk, és azokat így összeszedtük. Volt egy közösen, ilyen film egyébként. Megküldtük Dávinnak, igen, ő megküldte tovább. A keresés, az volt a címe, az ihlette. Mondjuk az egy kicsit drámaibb, ez pedig egy kifejezetten vidám és néhol nagyon vicces klipre sikerült. Azért, aki alaposan megnézi, látja, hogy a Györfi Pál nem tudta szó nélkül hagyni, hogy ti fesztiválra akartok menni. Ed Sheeran is csatlakozott, és aztán édesanyádnak is volt egy-két kedves szava. Ezt hogy raktátok bele a klipbe? Hát mindig szeretünk beletenni, még van egyébként több személyes ilyen megnyilvánulásunk, egy-két haver is kommentelt, hogy Bognár Tibi többek között egyébként ő is kommentelt egyet, meg haverok, hogy hova mentek, Györfi Pál is, ugye ő nem maradhat ki a karanténbuliból. Mindig szeretnénk belevinni valami kis humort. Maga a dal az mikor született? Ez egy karantén dal, úgyhogy az elmúlt hetekben írtátok, vagy már régen megvolt és vártátok nagyon a fesztiválokat, csak hát nem jöttek eddig. Mikor is próbáltuk először? Szerintem tavasz környékén, nem? Valahogy igen, pont az elején. Ja, akkor született, és aztán elhúzódott valahogy, és most jelent meg. Hát hány óra van? 4:10 lesz. Nagyon elhúzódott. De végre itt van. Ez egész különleges a hangszerelés. Egy ilyen nagyon furcsa hangszínű valamit hangszert hallok benne. Mi az? Ez egy ilyen ingyenes program. Azért van egy ilyen kínai hegedű. Tudtam én, hogy ez valami furcsa dolog. Igen, kb. 3 ingyenes dolog van abban a programban, amit használok. Ez a kínai hegedű. Nem tudom, hogy néz ki, mint ahogy aki a rendező, csak tudom, hogy néz ki. A Viktor az mindig így néz ki. Így van. Az utóbbi hetekben azért ti is otthon maradtatok. Hiába van ilyen klippetek. Nagyon-nagyon sokat zenéltetek. Hány dal készült el? 3 talán.
3, meg az intro. Basszus lábdobó, Zamárdi, az utcán. Igen, most ezek ilyen új dalok majd lesznek. Három új dal. És akkor mondjuk várható az, hogy a jövőben nagyon sűrűn fogtok dalokat megjelentetni, mert szerintem ez a Zamárdi, ez biztos, hogy nagyon nagy siker lesz, és akkor talán az inspiráció is meg lesz, hogy minél több, minél rövidebb időn belül megjelenjen. Lenne. Megígérnéd ezt? Meg most nem lehet, hogy ezt megígérni. Ígérd meg. Hát ti vagytok a zenekar, az van, amit ti szeretnétek, úgyhogy nyugodtan ígérd meg. Hát sok erőt adott egyébként többek között az új dal is, meg történt egy tagcsere. Igen. Aki sokat hozzátett ahhoz, hogy most így együtt működjünk újra, mint csapat. Új dobosotok van. Új dobosunk van. Hogy hívják? Müller Máté. Mit tesz ő most hozzá a bandához? Mit éreztek? Milyen lesz vele együtt zenélni? Hát nagyon jó, barátilag nagyon jó viszonyban vagyunk. Mármint, hogy emberileg nagyon jó viszonyban vagyunk. Jó barátok lettünk, pedig nem olyan régóta tag. Jól dobol, ami fontos. Meg összerezte ezt az olcsó próbatermet. Az így meg van. A jövő szempontjából nagyon fontos, mert én úgy tudom, hogy szeretnétek minél többet koncertezni, ahhoz pedig jó sokat kell próbálni. A jövőben hol láthatnak, hol hallhatnak benneteket? Van már egy-két dátum? Van. Július 24-én a Mika Tivadar mulatóban leszünk láthatóak péntek este. Először. Akkor mindenki legyen ott, aki nagyon-nagyon érdeklődő. Figyeljetek, srácok, ebben az elmúlt időszakban, ugye a zenészek nagyon sokat zenéltek, nyilván színpadon nem lehetett, viszont mindenki talált magának valami új hobbit. Ti találtatok valamit, vagy tényleg csak a zenével voltatok éjjel-nappal elfoglalva, és örültetek, hogy kicsit el tudtok a művészetben merülni? Ez egy jó kérdés. Köszönöm szépen, igyekszem. Erről nem volt szó, amikor egyeztetem, csak vicceltem. Új hobbi? Ilyen ingeket vásárolunk mostanában. Igen, látom, nagyon csinos mindkettőtök inge. Pingpongozunk ingekbe. Dávidot tanítom pingpongozni. Most tanít pingpongozni az édesapjával, ketten a Robival. Nagyon örülünk ennek is, és nagyon szuper, hogy itt voltatok, és nagyon jó hangulatú klipet hoztatok nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.